elnök úr, egy kérdés. A növekedés titán programról felre kérdezem a kolléga. Áldott, békés adventet és karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek. Még annak is, aki esetleg kérdezni szerette valamit, de én most elnök erre megyek. Köszönöm, nagyon kedvesek. Semmiképpen nem lehet dolgomban. Békés adventet kívánok önnek is. És lakcímkártyától függetlenül lakott valahol a boldog karácsonyt kívánok. Mi is önnek, de nem ezt kérdeztük. De én ezt válaszolom. Ez csak ezek kérdeztük el, mert ugye oda bent is beszélt arról, hogy sokszor tehát advent jelentőségére szeretném a figyelmét felhívni és a karácsony ünnepére. Lesz Begli otthon? Lesz Begli? Lesz, nagyon jó. Az nagyon jó. Azt mondja, hogy lesz. Na mi? Semmi, hogy a kolléga azt mondja, hogy lesz Begli otthon, és önmérséklettel megállja, hogy ne dugja a torkába a mikrofont. Nekem nagyon tetszik az a mélységes demokrata attitűd, ahogy hozzááll ez az ember, részben az újságíró, az részben az újságíró által képviselt néphez, így idézi el be, mert tulajdonképpen még annak is fölhívja a figyelmét az advent fontosságára és jelentőségére, aki kérdez. Tehát még az ellenség is, mert hát aki kérdez, az természetesen mi más lehetne, csak ellenség, még annak is kellemes adventet kíván, azért ez egy nagyon fontos és pozitív jel ebben a kis tegnap már néztem ezt, sokatszor láttam ezt a tegnapi bejátszást, de becsesztem, ebben a pillanatban jutott eszembe az, hogy én voltam katona. És egy csomó kollégám, annak idején eljátszotta a hülyét a sorozóbizottság előtt. Tehát megtanulták, hogy hogyan kell skizofrénnek lenni, meg de én gyűlöltem őket. Hát egészséges férfi ember, férfivel válunk, apám is volt hadifogoly Ukrajnában, akkor nyilván nem megyek katonának. De minthogyha ez az ember a sorozóbizottság előtt lenne, és előadná, vagy hát kérem szépen, nem igazán vagyok arra alkalmas, hogy értelmes mondatokkal én most válaszoljak. Igen, nem 24 órán keresztül ezt játssza, szóval hogy lehet, hogy valakiben már fölkérül, hogy merüljön, hogy akkor ezt nem játssza. Tükör előtt. De nem, hát színházi ember biztos meg tudja mondani, hogy van ilyen színész a szerepében. Hát ő beleragadt, ő nagyon beleragadt ebbe. És meg kell, hogy mondjam, itt a népem, a nem tudom, sorstársaim, a közösségem, és úgy általában a zsidók nevében, hogy azért legalább egyszer mondhatta volna, hogy és boldog Hanukát is kívánok, tehát hogy nem csak karácsony van, bár akkor most azt mondanám, hogy egy kifordult volna az újságírókhoz, mondjuk az egyikhez, és azt mondja, hogy és magának pedig boldog Hanukát, akkor az úgy egy jó kis finom, akkor az lenne a baj. Akkor legalább, de tényleg katasztrófa, és annyira felháborító ez azon föl, hogy itt elnevezgetünk rajta, hogy nagyon erősen meg kellett állnom, hogy ne pofozzam meg a tévét, mert hogy ugye az áll hozzám legközelebb, amikor látom ezt, tényleg hihetetlen. Anita. De egyébként én, amikor először láttam, én sem most látom először, akkor kaptam egy ilyen enyhe sokkot. Tehát ugye azért én átláthatóságért küzdő emberként, meg jogászként azért megszoktam már ezt a fajta arcpirító, ilyen arroganciát, de itt tényleg az a gond, hogy így azt gondolja, amikor újságírók megkeresik kérdésekkel, hogy ő eladhatja ezt az imbecilis ilyen kultúrmissziót egy ilyen maszlakként, tehát mintha valami karikatúrát látnánk, és hogy neki ez, tehát hogy ehhez joga van. Tehát nem az, hogy mint például mondjuk egy ilyen bennünket szolgáló jegybank elnökként tulajdonképpen neki felelőssége van, hanem ezt így elháríthatja, és így egy ilyen minősítetlen ripacskodásba fog bele azért, mert egyébként ő már tényleg azt érzi, hogy megtehetés, az egyébként bennünket is minősít, hogy mi meghagyjuk, hogy azt mondjuk, hogy ember eddig és ne tovább, hát ezt hogy képzeled? És egyébként ott a riporter felelősség is, hogy én értem, hogy szerencsétlen ott valószínűleg ő is hirtelen sokkot kapott, és ezért bocsátkozott vele interakció, hogy lesz Begli lesz, és nem azt mondta, hogy mit képzel maga tényleg elnök úr? Hát igen. Hogy mer egy ilyen tisztség? Nem olyan egyszerű azt mondani, hogy mit képzel maga elnök úr, tehát hogy van bennem annyi empátia, hogy én megmondom mindenkinek, hogy nem, nyilván nem csináltam volna mást én sem, na, mint hogy vele megyek, de ez az arrogancia, az abszolút megengedhetetlen. Egyetlen mondat, lépjünk ki abból a
nagyon, úgy tűnik nagyon szűk közösségből, aki most ezen fölháborodik. És gondoljunk a Matolcsi saját közösségére, vagy akár Matolcsira saját magára, aki azt mondja, hogy de jól megadta ezeknek. Biztos. De jó odavágta nekik. Hú, de ez zavarta őket. Ez a fasz a legény. Még ez egyébként egy gondolat, hogy tehát egyébként nagyon érdekes, hogy ez a hatalom nagyon szereti a tréfát, amikor úgy csinálja, de amikor így mondjuk rajta viccelnek, akkor érdekes volna ezért megindulni. Gondoljunk például a Vida Ildikóra annak idején, hogy beperelt egy korrupció kutatót azért, mert úgy gondolta, hogy megserette a jó hírnevét azzal, amikor kiderült a kitiltási botrány. Nemzetbiztonsági kockázattá nyilvánítanak embereket néha, akik így mernek kritizálni dolgokat, és egyszerűen nem fordított esetben, vagy mondjuk a helikopterezés Rogánnál, bedől a Népszabadság utána. Tehát azért ez nem egy oda-vissza működő kétirányú. Menjünk tovább. Hát ugye, amit az elsőkedő polgármesternek volt pofája előadni a négy kérdésre, hogy tisztességes, minden rendben van nála. Hát de kérdött, hogy Ferencvárosban, azt hiszem jól mondom, Ferencvárosban hasonló ügyek vannak, nézzük.